Az idei évben az akadémiai kiválasztónkra 2008-2009-es korosztályos kézlabdás lányok jelentkezését vártuk. Három helyszínen zajlott a mai nap. A gyógytornászok az egészségügyi állapotot, az erőnléti edzők fizikai erőnlétet, a kézlabda edzők pedig a technikai és a taktikai tudást mérték fel a gyerekeknél. Nagyon jó volt látni a fiataloknak, hogy milyen nagy lelkesedéssel érkeztek, és ez a lelkesedés kitartott a nap végéig. Nagyon örülünk, hogy több mint 50 kézilabda palánta jelentkezett a mai napra. Ezúttal is köszönjük a szülőknek a Győri Audi Etokácia Akadémiába vetett bizalmukat. Jelentkezők között vannak határon túlról is, de az ország másik feléről is érkeztek játékosok. A mostani kiválasztó napunkat úgy hirdettük meg, hogy a saját utánpótlás játékosainkat nem hívtuk be, hiszen őket folyamatosan nyomon tudjuk követni. A szakemberek által kiválasztott játékosokat pedig 2022-ben várjuk vissza egy második körös megmérettetésre. Ágőr atyának hívnak, és a Kispesten KK kapusa vagyok. Igazából a tesóm vett rá, hogy elkezdje kézilabdázni, előtte más sportot üztem, és anyukám is kapus volt, ezért úgy gondoltam, hogy családban maradjon, és én is kapus lettem. És azért jöttem a győri választóba, mert felmérem a tudásomat többiekhez képest. Hát, mivel nem találtam a sportomat, és anyukám kézilabdázott, ezért elmentem egy pár edzésére, amit tartott. Hát az elején még nem hittem, hogy ez az én sportom lesz, de utána teljesen beleszerettem. Hát a lövő az teljesen kizárt, mert mivel nagyon alacsony vagyok. Hát a szélső az azért nem annyira az én posztom, mivel nem tudok annyira ráfordulni eléggé. És azért irányító, mivel úgy, hát viszonylag jól tudok cselezni. Hát először meg szerettem volna nézni, hogy mire vagyok képes, hogy tudjak viszonyítani, hogy mennyire vagyok ügyes, vagy nem. És azért ide Győrbe, mert én szerintem a győri edzők és a volt győri csapat is nagyon-nagyon jó. Előtte judoztam, és iskolában volt focikézés. Nagyon megtetszett a kézilabda. Óvodában is jártam már szivacskézire, és így. Meg barátnőm is járt, és akkor mondta, hogy milyen jó, és akkor jöttem. Hát sok mindenhol játszom. Szoktak berakni szélre is, irányítóba, de leginkább a jobb lövő. És igaz, jobbkezes vagyok, és ezért bal oldalon kéne, de jobban kézre áll. És hát igen, szeretném itt folytatni.